Sziasztok! Ez egy videósorozat, ami az embert és a táskáját veszi központba. Milyen nehéz a táskája, ők hogy bírják ezt, mennyi minden van benne, mit kell beletenni, mi az, ami jobb, hogyha nem lenne benne, és hát kezdésképpen a saját táskámat fogom most lemérni. Ezt a táskát egy 4 kiló környékére satszolnám, de hát kiderül, mint mindenki másnál, hogy mennyit tévedek. Elkezdődött a mérés. És igen, a végösszeg úgy tűnik, hogy egy kicsit több, mint 4,5 kiló lesz maga a táska, tehát körülbelül jól tippeltem. Mennyit satszolsz? Hány kiló lehet? 6,35. 6,35, elég pontos szám egyébként. Biztos vagy ebben? Nem. Nehéznek érzed? Én megszoktam. Kicsit több minden van benne, mint kéne. Néha fölöslegesnek érzem a súlyt, de megszoktam. Uh-huh. Jó van, akkor mérjük le a táskát. Igen, nagyon izgulok. Mi az, ami általában mindig benne van? Hát a laptopom, ha edzek, akkor ahhoz mindenféle ilyen. Uh-huh. Ez az amaz füzetek, jegyzetek, uh-huh. Eszmetlen mennyiségű írószerszám. Jó, azért remeg a kezed. Ú, de fölélődtem. És akkor azt mondja, hogy ez kicsit több, mint 5,5 kiló. Nagyon felélődtem. Egy kiló. Nagyon fölélődtél. Mi az, ami jobb lenne, hogyha nem lenne benne? Na most kezdjél el sorolni?